estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Mai adásunkat kezdjük rövid hírblokkunkkal. A labdarúgó megyei első osztályban a 18. fordulót rendezték az elmúlt hétvégén. Az Energia SZ Gyöngyös hazai pályán fogadta a Maklár csapatát. A hazaiakat fűtötte az őszi vereségből adódó visszavágás vágya, és eleinte úgy tűnt, ez az álom megvalósítható. A mérkőzés első 15 percében már Csoszánszki és Cene góljaival 2-0 arányban vezettek a bordómezesek. A folytatásban azonban nagyot fordult a játékképe, a szünetben már 2-2 volt az állás, a 90 perc végén pedig 5-2-es maklári győzelmet mutatott az eredményjelző. Tatár Roland, az Energia SZ edzője így nyilatkozott: azért kaptunk ki, mert ötször kellett kivenni a labdát a hálóból, viszont ilyen ellenszélre nem számítottunk. Csomós János, a maklárjak technikai vezetője, azt nyilatkozta: az első 15 percben ránk ijesztett a hazai csapat, de gyorsan vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. A csapat erejét mutatja, hogy ilyen nagy arányú győzelmet tudtunk aratni. További sok sikert kívánunk az Energiának. Az élmezőny csatáját Lőrinciben vívták, ahová Gyöngyös halász látogatott. A mérkőzés külön érdekessége, hogy villanyfényes esti találkozóra került sor az Agya partján. A találkozót gyors góllal nyitották a hazaiak, tarra lövése nyomán a jobb felső sarokba landolt a labda. 20 perccel később újra a hazai csapat volt eredményes, Nagy Bence révén a folytatásban az eredmény már nem változott. A Lőrinci ezzel a győzelmével szerzett 3 ponttal beérte a listavezető Füzesabony csapatát, akik ezen a napon szabadnaposak voltak. Gulyka Zsolt, a Lőrinciek edzője, így vélekedett a találkozó után: ismét nagyot alkotott a csapaton, amikor kellett, szépen focizott, amikor kellett, megdöglöttünk a pályán, megérdemelten nyertük a rangadót. Labanc Róbert, a Gyöngyös halásziak edzője, így vélekedett: az első félidőben a hazaiak jó játékával szemben túlzottan tisztelettudóak voltunk, ezért teljesen megérdemelt vezetéshez jutottak. A második félidőben megfelelő teljesítmény nyújtottunk, és közel álltunk az egyenlítéshez. A Magyar Ökölvívó Szövetség a tavaszi szünetben rendezte meg az utánpótlás Magyar Kupa versenynapját, melynek Pécs városa adott otthont. A szervezők a versenyen 365 nevezést regisztrálhattak, ebből 56-an az U12-es, 145-en a serdülő, míg 164-en a junior korosztályban boxoltak az utánpótlás Magyar Kupán. A nagyszámú mezőnyben 65 lány képviselte a gyengébbik nemet. A junior korcsoport döntői nagyon érdekes csatákat hoztak, több súlycsoportban a Európa-bajnokság, így az utánpótlás Magyar Kupa egyben fontos válogató is volt ezekre az eseményekre. A junior Európa-bajnokságot Bosznia-Hercegovina rendezi június 2. felében, míg a serdülők idei eseményére az olaszországi Assisiban kerül majd sor. Kedves nézőink, a Sporthét műsorát folytatjuk tovább a Városi Televízió stúdiójából. Vendégeim olyan fiatal emberek, akik az ökölvívásért élnek, halnak. Tisztelettel köszöntöm a Bobis Gym versenyzőjét, illetve edzőjét, Nagy Lászlót és Molnár Gábort. Hát még nem nagyon látom, hogy megizzadtatok volna, de pedig nem olyan régen értetek haza Pécsről, ahol a Magyar Utánpótlás Kupát rendezték. Nagyon sokan voltak, erről lehetett olvasni, több száz induló. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan kellett felkészülni erre a versenyre. Ugye azért látható itt az asztalon, aranyérem is jutott a csapatnak, serleg is, illetve hát ha jól tudom, a magyar bajnoki serleg is itt van, amit az előző évben szereztél, így van? Így van. Mennyire vártad már az új kihívást? Ugye azért elég sok idő telt el, januártól már gondolom ti is elkezdtétek a felkészülést. Így van, januártól megkezdtük az alapozást, az szerintem nagyon jól sikerült, előlétben nagyon sokat fejlődtem, és nagyon vártam ezt a versenyt, meg akartam mutatni, hogy nem csak egy magyar bajnoki cím se vehető be, hanem egy magyar kupa cím is. Jolaci, ilyenkor nem csak egy emberrel utaztok a versenyre. Most hogy nézett ki ez a csapat, hogy nézett ki a felkészülés időzítése? Szerencsére idén már 4 versenyzővel tudtunk elindulni a kupán. Ez úgy tűnik, hogy évről évre egyre gyarapszik a létszám. Gáboron kívül Fazekas Luca, Zsámba Csanádi és Somodi Zalán is indult a versenyen. Luca 52 kg junior lány, Zalán 60 kg serdülő fiú, és Csanád 52 kg junior fiú kategóriába.
Luca ezüstérmet szerzett, Zalán szintén ezüstérmet szerzett, Csanádnak nem sikerült a bravúr, ő a kétszeres magyar bajnokkal boxol, de nagyon büszkék vagyunk rá, mert igazán jól helytált. Azért ilyenkor igen. Nagyon érdekes ez a sportág, nem, hogy sorsolnak. Ugye aki nem tudja, azért azonnak mondjuk el, hogy van egy sorsolási rendszer, és akár ugye kaphatod a tavalyi magyar bajnokot is. Így van, egy nagyon szigorú sorsolási rendszer van, és igazából az esélytelenek bunyózhatnak a többszörös magyar bajnokokkal, de az is lehet, hogy akik már több meccsesek, azok kerülnek össze, így elég parázs mérkőzéseket lehet látni, de vannak meglepetések is egyébként, amikor az újoncok meglepik a korábbi magyar bajnokot, vagy egy esélyest, és bizony itt akkor borul a papírfalma. Na hát erre Gábornál nem került sor. Mielőtt viszont még kicsit Gáborra visszatérünk, beszélgessünk arról is, hogy azért egy ilyen magyar kupa ugye a úgynevezett nagy versenyek, nagy magyar versenyek közé tartozik. Az egyik nagy magyar verseny, említetted a magyar bajnokságot és a Borna Vissza kupát, ugye? Igen. Mennyire fontos, hogy már erre a versenyre úgy tudjátok felkészíteni a fiatalokat, hogy igenis eredmény legyen, hiszen akár lehet olyan cél is valamelyik versenyzőtöknél, hogy a korosztályos válogatottba is bekerülni. Igen, valóban az egyik nagy kiemelt verseny a Magyar Kupa, és egyébként válogató is idén arra, hogy kikerül majd be a válogatottba, vagy kikerülhet be a válogatottba. A kupa mellett a Borna Vissza emlékverseny és a Magyar Bajnokság, ami még hasonlóan kiemelt. Idén Pécsett 365 induló volt a Magyar Kupán, ez úgy tudom, hogy talán rekord létszám is. Mindenki elkezdett bunyózni, vagy megszerette a boxot a tévé után? Igen, igen, egyre többen szerencsére, és az nagy öröm mindenki részére. Egyébként itt a környékünkön és a városban is egyre népszerűbb, tehát hozzánk is nagyon sokan járnak, hobbi boxra is, és versenyszerűen is. Nagyon jó az utánpótlás anyagunk, mert az ovisok és a sulisok, tehát az ilyen 6 és 10 éves korosztályból nagyon sokan jönnek, tehát van 20-30 fős létszámunk is edzéseken, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ott is már megjelennek a tehetségek, és közülük ki tudjuk emelni azokat, akik versenyszerűen tudnak majd bunyózni. Ilyen például a Somodi Zalán is, aki már 5-6 éve bunyózik nálunk, és ugye egy saját nevelés, de akár a Fazekas Lucát is említhetném. És mennyire nehéz őket úgymond felkészíteni abból a szempontból, hogy ugye említetted, hogy 10-15-en is vagytok edzésen, és akkor mi az a szempont, mikor dől el, hogy valakit kiválaszthatok arra, hogy na, akkor téged elviszünk erre most például a Magyar Kupára, Pécsre? Általában úgy szokott kezdődni, hogy eljönnek egy edzésre, akkor megtetszik nekik a légkör, a terem, a hely, és amikor már kitartóan járnak, ugye, mint minden más sportágban, lehet látni, hogy kinek van tehetsége hozzá. És a tehetségesebb srácoknak azért már külön edzéseket tartunk, és akkor itt választódik el a hobby box és a verseny box. Például hozzá, bocsánat, szorgalmon kívül adottság, mert hogy így Gáborra nézek, egy elég nyurga, hosszúkezű legény, biztos jó nagy pofonokat tud adni, meg jó távol tartani az ellenfelet. Igen, Gábor nem szokta távol tartani magától az ellenfelet, viszont borzasztó nagyokat üt, úgyhogy sok olyan versenyen és meccsen vagyunk túl, ahol idő előtt ért véget a mérkőzés. Ilyen volt, mondjuk, bocsáss meg, hogy beléd folytam, az volt a Pécsi is, ugye? Hány versenyed volt? Hány meccsed volt? Három meccsem volt, mind a három idő előtt befejeztem. Az mit jelent, mondjuk percbe számolva, vagy első menetben már akár kiütötted őket? Mind a három első menet volt. Az egyik ilyen 22 másodperc, a másik 40 másodperc. Mit lehet csinálni 22 másodperc alatt? Ki mondjuk, hogy ilyen, jobb egyenes is kész. Megverni az ellenfelet. De szóval tényleg hogy működött? Tehát sorosztál egyet, és utána azt mondta a fiú, hogy elég volt, vagy akkor átütöttél, hogy abba kellett hagyni? Nem, hanem bementem, felmértem az ellenfelet, megnéztem, hogy mozog, ezt nagyon gyorsan lehet csinálni, hogyha már több ideje boxhoz, felméred, hogy
mik a képességei, láttam, hogy ez így jó lesz. És van akkor... bevált ütés sorozatod ilyenkor, egy ilyen ijesztő történet az elején, vagy nincs, inkább óvatos vagy? Az elején inkább óvatos vagyok, felmérem, hogy mit tud az ellenfelem, és vannak begyakorolt ütéseink. Ilyenkor az edző bekiabál esetleg? Így van. Mehet, indíthatod, vagy? Így. Hát ez úgy szokott lenni, hogy ugye a versenyen, hogyha mondjuk olyan ellenféllel állunk szembe, akit még nem ismerünk, akkor ugye mindenféle oldalon lehet látni róluk meccseket. Akkor ezt közösen kielemezzük, és akkor úgy állítjuk fel a stratégiát. Látjuk, hogyha hosszú kezű, hogyha kisebb, hogyha vívós, hogyha inkább a belharcba jó, akkor nyilván ennek az ellenszerét próbáljuk megkeresni, majd azt, hogy tudjuk őt legyőzni. De ugye, hogyha pedig olyan ellenféllel kerülünk össze, akinek már látjuk ott helyszínen a mérkőzését, akkor pedig ott élőben már fel tudunk állítani egy stratégiát, és másnap, amikor találkozunk vele, akkor bizony. Igen, mert ez egy többnapos verseny, ugye ezt nem tudják a kedves nézők, ezt mondjuk el, és ennyi idő elég egyébként, hogy gyorsan este még vacsora előtt vagy utána átbeszélitek, hogy akkor hogyan kellene kezdeni? Sokszor egyébként, tehát a meccs alatt a ringben dől el, akár a második menetbe, az, hogy éppen az ellenfélnek milyen napja van, vagy éppen ő mit bunyózik, és akkor ott a menet közben kiabálom Gabinak, hogy mit kell ütni, mire figyeljen, mit csináljon, és akkor ez működik nálunk. Nagyon naív kérdés lesz, nem vessél ki. Félsz egyébként a ringben? Soha. Soha? Már az első meccsemen sem. Aha, tehát azért kell egy kis csibészsége ez a sporthoz, nem? Nagyon nagy. És te civil életben egyébként nyugodt ember vagy, barátságos vagy? Nagyon. Nagyon. Barátságos vagyok. Tehát soha nem veszed elő ezt a fajta képességet. Nem is lehet. Nem lehet. Tehát ezt nem is mi sem engedjük. Helyes. Tehát akkor a fair play is rendben van. Mire készültök mostanában? Ugye lement ez a nagy verseny, hál' Istennek sok szép eredménnyel. Lesz-e rövid időn belül valami nagy kihívás? Hát igen, az a Gábor, ahogy említette, az évelei alapozás és az erőléti edzések után ugye elkezdtük a szakmai részét, ami az edzőtermen belül és a szakmai edzések és felkészülések mellett többször voltunk úgynevezett pofonpartikon, Egerbe például, a Kárpátok régió és Észak-Magyarország régió az nemzetközi torna volt. Voltunk Szlovákiában, szintén egy nemzetközi tornán, és sok-sok edzőmeccsre, ugye már erre a kupára is lendületbe kell jönni és formába kell jönni, tehát meccseket kell vívni, attól függetlenül, hogy valaki már évek óta bunyózik. Tehát erre is azért tehát bele kell lendülni. És mi lesz a Magyar Kupa után? A Magyar Kupa után májusban a Bornemisza emlékverseny, ami szintén egy nemzetközi verseny, így van. És utána két hónap múlva pedig a Magyar Bajnokság. Szoríthatunk-e Gábornak azért, hogy legyen válogatott, hogy látod, fél lépése beljebb van-e már a keretben? Gábort már idén évelején behívták egy összetartásra a junior válogatotthoz. Most ugye itt az a lényeg, hogy szerepeltünk a kupán, illetve mi lesz majd a Bornemisszán, és bízom benne, hogy fél lábban már a válogatott csapatban vagyunk. Hát akkor ez egy nagyszerű végszó volt. Gratulálok a Pécset szerzett eredményekhez, nem csak neked, hanem a csapattársaidnak is, és a sok sikert, jó felkészülést akkor a Bornemisza kupára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk a stúdióba. Kedves nézőktől pedig csak rövid időre búcsúzunk, a Sporthét műsora folytatódik tovább. A folytatásban labdarúgás minden szinten, elsőként a legkisebbek. Idén először rendezték meg a Bozsik Fesztivált, illetve a Bozsi programot az U11-es korosztálynak a gyöngyösi sportúti pályán, ahol természetesen stábunkkal mi is ott jártunk. Szép időjárás, szuper pálya és rengeteg mosolygós gyerek, ez jellemezte az idei első Bozsik programot az U11-es korosztály eseményén. Az első forduló rossz idő miatt még elmaradt, de a folytatásra már az égiek is áldásukat adták, és a labdarúgás mellé álltak, és négy pályán több mint 100 futballpalánta élvezhette a jól szervezett esemény örömeit. Ez a második megrendezésre kerülő Bozsik torna. Itt 16 csapatot várunk a mai fordulóra. Hát remélhetően szép számmal jelentkeznek.
Az első forduló halasztásra került a rossz időjárási viszonyok miatt, ezt május első hetében fogjuk majd pótolni. Akkor most téged is meginterjúzunk, hogy hívnak? Szén Zalán. Zalán? Jól tudom. Zalán, mennyire vártad már ezt a fordulót, hogy az első rossz időjárás miatt elmaradt, most viszont szép az idő, zöld a gyep. Nagyon vártam. És mióta focizol, hova jársz, suliba? Hát 3 éve focizok, vagy 2, és a 1-es iskolába járok. És mi szeretnél lenni, van-e kedvenc csapatod, vagy kedvenc játékos? Fradi. De Fradi. És a Gyöngyös? Az is. Kivel játszatok ma? Ismeritek az ellenfelet valamelyest? Én még nem tudom. Energia, Gyöngyös, Solymos, ezekről a csapatokkal fogom ma mérkőzni. Mennyire számít itt már, vagy mennyire próbáltok a gyerkőcökre hatni, hogy az eredmény is azért fontos, meg azok az elvárások, amiket ti szeretnétek viszont látni, amit gyakoroltok? Nyilvánvalóan persze, természetesen az eredmény is valamilyen szinten számít, mert tehát a motivációs jelleggel nagyon jó. De viszont a lényeg az, hogy mozogjanak, jól érezzék magukat, szokják a környezetet, szokják a futballt, és hogy lehetőséget kapjon minden gyerkőc a játékra. Ez a legfontosabb. Ki tud a legtöbbet dekázni, te mennyit tudsz? 3. Nekem 58 a rekordom. Nem, 57, 57. Most egy kedvünk, csak egy pillanatra itt egy laszti. Nem biztos, hogy 50. Nem baj, 10-20 dekázni már nekünk jó. Jó. Laci bácsi, azt az edzők természetesen a labdarúgás minden alapelemét a dekázástól, a passzoláson, a kaprarúgáson és még sok máson át az évek során megtanítják a gyerekeknek. Most azonban a tavaszi első megnyitó után elsődleges cél az volt, hogy a mozgás önfelett örömét és a játék okozta szépségét, a gólokat, a jó cseleket és a csapatszellemet élvezzék a lányok és a fiúk. A folytatásban váltsunk korosztályt, ezúttal Diák Olimpia következik. A Városi Diák Olimpiák sorozata a sportágakat tekintve a labdarúgással vette kezdetét a tavasz beköszöntével. A Gyöngyösi Általános Iskolánál a lányok és a fiúk között a 3. és 4. korcsoport versengését követhettük figyelemmel a Kömlei Károly műfüves pályáján. 3. 4. korcsoportnak a Diák Olimpia versenyeit rendeztük meg, amiben a lányok is elindultak, és hát a szerencsére, vagy mondhatom, hogy elég jó játékos állomány jött össze megint a berzéseknél, így tovább jutottunk a megyei elődöntőre, ami jövő héten lesz Besenyőtelken. Hát nagy várakozással tekintünk előre. A fiúk versenye azt gondolom, hogy azért szorosabb, mint a lányok mérkőzései, úgyhogy ott az utolsó mérkőzésig kell várni, hogy kijut majd a megyei elődöntőbe. Ott ki a vetélytársa a gimnáziumnak, hiszen mindig a gimit tekintjük mondjuk valamilyen szinten etalonnak? Hát a futballban nincsenek azért fix eredmények. A második Rákóczi Ferenc iskola csapata, aki most vetélkedik velünk, meg természetesen a Kálvária Parti általános sportiskola. A Kálvária Parti versenytárs csapatát idén már egy szakképzett labdarúgó edző készítette fel az eseményre, Tóth Levente személyében. Jól kezdtünk, a Berze csapatával kezdtük a tornát, egész sokáig tartott magunkat. Ugye nálunk tudni lehet, hogy a legtöbben kézlabdáznak, egy-két srácom, aki focizik az én csapatomban, a Gyaknál, de ők fiatalabbak azért a Berzinél, a Nagy Gábor tanár úrnál azért vannak, ők edzéseket tudnak tartani nekik, nagyon jó munka folyik. Én ott kezdtem el focizni a sulis időszakomban, úgyhogy tudhatom, hogy Nagy Gábor tanár úr nagyon jó edzéseket tart, és jó felkészítő csapatait. De ahhoz képest jót helyt álltunk, és csak 2-1-re kaptunk ki. Folytatásban is volt meccs, már látom. Igen, a Rákóczi csapatával egy elég parázs meccset játszottunk, azt meg tudtunk nyerni 2-1-re. A játékhoz nem volt sokszor köze a megmozdulásoknak, de szerintem ez is belefér. Jó kis meccs volt. Mint friss szakember, aki belecsöppentél néhány hónapja a diák sportba, mondjuk így, vagy a általános iskolás közegbe, hogy látod a fiatalokat, mennyire fogékonyak még most is a sportra, mennyire szeretik üzni, akármit is mutattok nekik? Ezek alapján, amit most itt ezen tornán látok, van rá fogékonyság a gyerekek részéről, élvezik. Ahogy elmondtam, sokan nem is labdarúgók, vagy igazolt labdarúgók, hanem csak hobbiból játszanak, de látszik rajtuk, hogy élvezik és szeretik csinálni. És ez külön megtiszteltetés szerintem mindenkinek, hogy az iskolát képviselheti a Diák Olimpián bármilyen sportágban, nyilván ez most futball.
A kispályás labdarúgásban a városi döntőt a lány és a fiú vonalon is a Berzenegy János gimnázium csapatai nyerték. A Besenyőtelken megrendezett versenyen ismét eredményesen szerepelt mindkét csapat. Először a lányok, majd utána a fiúk biztosították be helyüket az április 9-én megrendezésre kerülő megyei döntőkbe. Nagy Gábor tanár úr bizakodva várja a döntőt, hiszen nem csak eredményes, hanem olykor szép játékot is mutattak a berzés csapatok. És végül a felnőtt labdarúgás a labdarúgó MB3-ban a Gyöngyösi Atlétikai Klub a Sényűt látta vendégül a Kömlei Károly sporttelepen. Az MB3-as labdarúgó bajnokság észak-keleti csoportjában a 23. fordulót rendezték meg a csapatoknak. A Gyak a jó erőkből álló Sényű csapatát látta vendégül hazai pályán a Kömlei Károly sporttelepen. A mérkőzés első perceiben a szokásostól is keményebb erődemonstrációba kezdett a Sényű, a hazai játékosok nem győzték kapkodni a lábaikat a kemény belemenések alkalmával. A sényűi vehemencia lassan csillapodott, de a heves hangulatról már a Gyak gondoskodott. A 10. percben szögletet adott be a hazaiak részéről Gonda Csanád, a labda átszállt mindenki felett, majd a sényűi jobb hátvéd utolérte a játékszert, és felszaborító jelleggel előre vágta a labdát. A sényűi csatára közül Kapocina rajtolt a labdára, de a gyöngyösiek kapusa Új Milán is érkezett és érezte a veszélyt, ezért ő is kiszaladt kapujából. A két játékos 18 méterre a kaputól összeütközött, majd mindketten a földre estek. A játékvezető habozás nélkül kiállította a gyöngyösiek kapusát. Az eset nyomán megítélt szabadrúgást a vendég csapatból Klepács értékesítette, a sorfal mellett a hosszú sarokba lőtte a labdát 0-1. A 10 emberre fogyatkozó Gyak harcolt tovább, és a gól utáni középkezdésből már is jogos 11-eshez jutott Majzik Zoltán legénysége. A kezezés miatt megítélt büntetőhöz Gonda Csanád állt oda, és higgadtan a kapu jobb oldalába helyezte a labdát 1-1. Ekkor még csak a 14. percben jártunk, és biztosan nem gondoltuk, hogy ezen a mérkőzésen még 5 gólt láthatunk. Pedig 3 perc múlva már érkezett is az újabb találat. A sényű akciózott a balszérről, szállt be a labda. Középen Kapocina Kevin üresen állt, a labda is jó ütemben érkezett, és a csatár fejjel már is újra vezetést szerzett a vendégegyüttesnek. 2-1 a sényű javára. A 28. percben a félpályáról indították Schmidt Pétert, aki az első gólhoz hasonló veszélyes szituációba keveredett, de Tóth Bálint kapus már nem vállalta az ütközést, így kisebb erőfeszítés nélkül a kaputól 16 méterről juttatta a labdát a gyöngyösi hálóba. 3-1. A szünetig már nem változott újra az eredmény. A fordulás után a sényű ébredt gyorsan, és 2 perc múlva már is gólt ért el a sárgamezes egység. Ezúttal a korábban a Gyakban is megfordult Lizák nyert meg egy párharcot a 16-oson kívül, majd a labdát a kapu jobb oldalába lőtte. A folytatásban nyugalom járta át a mérkőzést, mindkét oldalon cseréltek az edzők, jöttek a fiatalok a rutinszerzés és a játék lehetőség okán. A 64. percben a jobb hátvéd Cinkóci Bence a saját tér felől indult meg a labdával, és egy összjáték és néhány jó csel végén gólt szerzett a gyöngyösnek 2-4. Ezt követően némileg lábra kapott a zöldmezes gárda, és akár még szépíthetett is volna a mérkőzésen, de a rutinos egykor MB1, MB2-t is megjárt sényűiek vigyáztak az újabb találat elkerülésére. A véghajrában még egy gólt láthattunk. Lizák vezette a labdát a bal szélen, majd középre adta a játékszert. Ott a kapu előtt az ötös vonalánál kapura lőtt Orosz, a labdát bravúrral Tóth hárította, de az éppen ott tartózkodó Torkos elé pattant, aki közelről nem hibázott. 5-2 lett a mérkőzés állása. A találkozó ezt követően hamarosan befejeződött, és az eredmény már nem változott. A mérkőzés után így értékelték a látottakat a csapatok edzői. Hát az, hogy hány gól lesz egy mérkőzésen, azt csak mindig a végén tudjuk megmondani. Az igazság, nagyon nehéz héten vagyunk túl. Főleg a múlt heti ugye kaptunk egy ötöst Debrecenbe, úgyhogy nehéz volt ezt áthidalni. Örülök, hogy sikerült mondjuk 5 gólt is szerezzünk, de a legfontosabb most az volt, hogy 3 pont. Ugye mi is elég nehéz helyzetben vagyunk, a bemaradásért küzdünk, úgyhogy a 3 pont most nagyon-nagyon fontos volt. Következő héten ugye megint jön a Füred, úgyhogy az is egy kiesési rangadó, és természetesen azért önbizalom nagyon sokat jelent ez a 3 pont, ez a győzelem idegenben, és az 5 rúgott gól is azért hozzáteszem. Mennyit befolyásolta a meccset azt, hogy kiáltották a kapust, vagy egyébként is bedarálták volna a Gyakot?
Ezt soha nem tudjuk meg, az az igazság. Úgyhogy múlt héten mi voltunk ember hátrányba, így kaptunk egy ötöst, 1-0-ra kihagytunk egy büntetőt. Ez a H kategóriába tartozik, úgyhogy én nem bocsáskodnék jóslatokba. Egyébként a fél időben kért valami változtatást a csapattól, vagy elégedett volt már a látottakkal? Az első 30 perccel elégedett voltam, ott azt játszottuk, amit tudunk, amit rengeteget gyakoroljuk, ezeket a szélen való bontásokat. A védelem mögé jól bekerültünk, tényleg abból szereztünk szép gólokat, és úgy gondolom, az első fél idő 15 percre utána nem voltam elégedett, ott egy kicsit kapkodóvá állt a játékunk, volt is egy lehetőség a Gyöngyösnek. A második fél időben pedig ugyanígy tudok mondani, voltak perődősek, ahol nagyon játszottunk, kontrolláltuk a mérkőzést, és voltak ilyen kapkodó időszakaink. Ezt valahogy egyensúlyba kell hozni, hogy ne legyen ennyi kapkodó, és ne legyen ilyen hullámzó játék. Minőségi játékosok az ellenfélben, volt NB1, NB2-es játékosok, roppant büszke vagyok a csapatra, mert fölmerték vállalni a játékot, megbeszéltük, hogy merjünk végre újra futballozni, mert a tavaly ősztel azt csináltuk. Igaz, hogy nem sok ponttal jár, de mondtam is nekik, hogy mindig vártam a mérkőzést, mert jó volt nézni, hogy a fiatalság, bolondság játszik, és most megint ez volt. Tehát 10 emberre játszottunk 80 percet egy ilyen rutinos csapat ellen. Igaz, hogy a kiesés ellen küzdenek, de a kollega elmondta, hogy nagyon rutinos, nagyon jó játékosú bárhogy csapat, csak ő is nehezen találja a fogást hozzájuk. Mi viszont felvállaltuk a játékot, kaptunk 5 gólt, 5-2 lett, rúgtunk 2 gólt, emberhátrányos helyzetben mertünk előre játszani, rengeteget futottunk. Hát, ez benne van, hogy ilyenkor elvisz a hív, és megkontráznak, illetve fizikálisan is az ellenfél azért felénk nőtt. De mondom, ezzel jövőre nézve az, hogy az U17-ből cserélgetünk be játékosokat, az tök jó. Tehát én büszke vagyok rájuk, jó lesz ez majd nekik, hogyha még erősödnek, és akkor egy jó kis brigád alakulhat ki jövőre. Még mindig foci, de ezúttal már a senior hokej a főszerep. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nagypályán indított senior csapatot. A tavasz első fordulóját hazai környezetben a műfüves pályán rendezték. Az ellenfél a Salgótarján csapata volt. Barta Péter mester hármasával, valamint Vernyik Dávid, Nagy Gábor és Palásti Krisztián találataival klasszikus eredményt értek el a gyak senior labdarúgói. A bajnokság első tavaszi nyitányán a Salgótarján érkezett a Mátra lábához, ahol a Kömlei Károly műfűves pályán mérkőztek meg a csapatok. Meretlenek vagyunk 100%-osak, nyilván most csak mondhatnánk, hogy pozitív a dolog. Azt beszéltük meg Kozma Zsoltival, meg Juhász Krisztián szervező társammal, hogy Pudin próbálja az evést, nézzük meg, hogy van-e rá igény, mert Gyöngyösen azért elég komoly kispályás élet folyik. Tehát sokan, akik a nagypályáról kiöregednek, azok a kispályán fociznak, és az lehet, hogy már elég is nekik. Úgyhogy kipróbáltuk, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy az első fél év után mindenki bizakodó volt, most meglátjuk a tavasz, hogy sikerül, és a tavasz végén pedig akkor leülünk és megbeszéljük, hogy akkor ha van létjogosultsága, akkor hajrá, gyerünk, csináljuk. Tudsz mondani nekem egy olyat, hogy csapatnak mondjuk átlag életkor, hogy verbúválódott össze, mennyien játszottatok együtt, meg esetleg külön generáció is van-e? Ugye a versenykírás szerint 40. életévét be kell tölteni a játékosoknak, 3-38. életévét betöltött játékos lehet még a keretbe, úgyhogy ezt szerint szerveztük, ez nyilván meghatározta. Az mindenféppen kritérium volt, hogy valamilyen kötődése legyen a gyakhoz. 31 néhány igazolt játékosunk van, és azért azt látszódik nyilván az életkori sajátosságokból, hogy azért azt a 13-14 embert, akik adott mérkőzésen pályára lépnek, azért nehéz összeverni. Sérülések, családi elfoglaltság, nyilván ezek már természetes dolgok, de benne vannak, úgyhogy gyakorlatilag így állt össze a csapat, és hát ilyen 43-44 az átlag életkor egyébként körülbelül. Mennyire voltak nehezek a meccsek? Mondtad, hogy veretlenül várjátok a tavaszi folytatást. Igen, ez azért csalóka, tehát akár a mostani ellenfél a Salgótarjánon is egy tényleg izgalmas kiki meccset játszottunk, 2-1-re nyertünk úgy, hogy vezettek. Pont olyan játékos rúgta mind a két gólunkat, aki most hiányozni fog, és fiatal 38-ét betöltött Makó Jádám, ő a házi gól királyunk. Hát kíváncsi leszek, hogy nélküle az ő távol létében mire leszünk képesek. Egyébként van kifejezett, kitűzött cél. Tudom, hogy mikor a vonalat átlépitek, akkor mindenkivel buzog a versenyszellem, azért mégiscsak gondolom, mindig nyerni szeretnétek.
Ez természetes, mindenki, itt azért versenysportolók vagyunk, tehát ezen azért nem tömegsportot űzött senki itt, akik itt vannak, tehát nyerni akarunk, de tényleg az, amit mondtam elején, hogy nyertem felmérni, hogy van-e létjogosultsága. Régebben is voltak ugye öreg fiúk mérkőzések, vagy gyöngyös öreg fiúk mérkőzések, de azok alkalomszerűen ilyen buli szinten jöttek össze, azért ez másabb ez a bajnoki rendszerű. Még így is, hogy Heves megyében ugye hát a visszalépések okán ugye itt négy csapat verseng most, tehát azért nem egy olyan nagy, így három kört játszunk. Egy Pest megyébe, ahol azért vannak Heves megyei csapatok, akik a Pest megyei bajnokságban, ott azért ott nagyobb létszámmal komolyabb. Meglátjuk, mondom, fél év után majd már lehet mérleget vonni. Ilyenkorban még mindig szeretnek focizni az emberek, meg tudnak is, gondolom én. Mióta van együtt a ti kis csapatotok, mi volt a apropó? Hát megmondom őszintén, hogy ez több csapatból áll össze. Tehát vannak, akik kispályáztak, vannak, akik nagypályáztak, de úgy amblok az egész egy baráti társaság. És mi volt az indító ok? Mert azért általában itt a túloldalon sokan kispályáznak, és nekik elég volt már nagy pálya, de most mégis eljöttetek erre a szenior tornára, vagy bajnokságba. Hát az SVS tulajdonos, a Horváth Szabolcs, ő szerette volna, hogyha nagy pályán is megmérti magát az egyesület, öreg fiúk szinten. Uh-huh. És ha már öreg fiúkról beszélünk, illik megkérdezni, hogy körülbelül milyen életkorral álltatok ki? Hát szerintem itt mindenki 50 plusz környékén, van a kevés, aki, hát igen. Az bátor, tehát van esetleg rendszeres edzés, vagy inkább elég, ha mérkőzésre összejöttek? Szerintem tehát több helyről tevődik össze a csapatnak a magja, tehát ott aki mindenki, ahol edz, a másik csapattal. Tehát így külön edzés nincs. Hát csak a meccsre jöttök. Eljött ez a mérkőzés, ugye tavaly szoros meccset játszottatok a Gyöngyössel, most mire számítotok, van-e már egy kis tapasztalat az ellenfél tekintetében is? Egy dolog nagyon fontos, játszunk, érezzük jól magunkat, ne sérüljön meg senki. A mérkőzés sportszerű keretek között végig jó hangulatban telt el, és a végén a hazai csapat örülhetett a kialakult 6-3-as győzelemnek. A következő mérkőzésre április 19-én Hevesen kerül majd sor. A férfi kézilabda NB1-es bajnokságban a Hedo Bébron Gyöngyös ellenfele a Dabas csapata volt. Következik a találkozó rövid összefoglalója. Hazai pályán fogadta a Dabas együttesét a Hedo Bébron Gyöngyös, amely ellentmondás nem tűrő magabiztos játékkal itt gólos győzelmet aratott, ezzel fontos két pontot szerzett a bajnokságban és előrelépett a 7. helyre a tabellán. Remekül kezdték a mérkőzést Farkasaink, Varsandán az első támadásokból bevette a dabasi kaput, majd két labdaszerzésnek köszönhetően Bodor és Potisz góljával 3-0-ra léptek meg. A 4. percben esett az első vendég találat, amire Hegedűs válaszolt. Röviddel később a gyöngyösiek beállóját kiállították, Tomics azonban büntetőt, majd Zitzert is hárított, így tartani tudták az előnyüket. Majd 5 percig nem esett gól, a 10. percben a Dabas törte meg a gólcsendet, de a következő támadásból Hegedűs góljával visszaállították a 3 gólos különbséget. Varsandán üres kapus góljával lett 6-2 ide, majd Tomori Győző magához hívta csapatát. Az időkérést követően Bodor, Varsandán és Ubornyák góljaival növelték 6 gólossal vezetésüket az első negyed óra végére, majd Ubornyák akasztott egy bombát talpra a bal felsőbe. Bíró Balázs időkérése szakította meg a játékot, amit Varsandán gólja követett. 10 perccel a fél idő vége előtt már 7 gól volt az előnyük. Tomics a második hetest védte, Joga pedig 8 perccel a játék rész vége előtt megszerezte a 13. találatukat. Fél perccel a Dudaszú előtt Gráf szerezte a következő gólt, ami egyben a játékrész utolsó találatának is bizonyult. 14-8-as vezetésnél vonulhattak pihenőre Farkasaink. Térfelcsere után ugyanolyan lendülettel kezdték a játékot, mint az első félidő elején. Bodor, Hegedűs és Potisz góljaival 5 perc alatt 9-re növelték az előnyüket. Ekkor néhány percre megtorpantak, 5 percen át nem szereztek gólt, mi alatt a vendégek 19-13-ra zárkóztak. Júga a 40. percben lőtte meg a 20. gyöngyösi gólt, a Dabas pedig időt kért. A játék képén a taktikai szünet sem változtatott. Ubornyák és Bodor góljával 8 gólosra növelték az előnyüket, majd 4 perces gólszünet következett, amit Edwards szélső gólja, majd Jaros indításból szerzett találata tört meg a 47. percben. Ubornyák lőtte a 25. gyöngyösi gólt, az utolsó 10 percre pedig Podoba váltotta Tomicsot a hazai kapuban, és sikerült átvenni a fonalat, egymás után két nagy védést is bemutatott, miközben a gólfelelős szerepét Gráf vállalta magára, és 5 perccel a meccs vége előtt is tartották a 8 gólos előnyt.
A hajrára szerencsére nem maradt izgulnivaló. Lakosi szerzett gólt az 57. percben, majd Gyalla is betalált. A pontot az Íre pedig Pietruszku üres kapus találata tette fel. A 30-23-as győzelemmel fontos két pontot szereztünk a bajnokságban, és előre léptünk a tabella 7. helyére. Farkasaink április 13-án Tatabányán lépnek pályára. Kedves nézőink, ez volt már a Sport Hét. Stábunk valamennyi tagja nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!